Mindenki, Martin vagyok, és ja, karantén, szóval játszunk, mert hát mit csinálnánk. Nem mesélek nektek semmit, mert igazából nincs mit, itthon ülök egész nap. Aki követi Instán, azt látja, hogy néha live-olgatok, kövessetek, mert szoktam live-olni ott. Aztán, ahogy a címből látottátok, mesterem cizni fogunk, és murderözni, amit az utóbbi időben így itthon lét alatt, bocs, csak most ez a fejhallgatón van bent, elég ratyi. Szóval, hogy az itthon lét alatt elég sokat játszunk a Mesterem C-vel mostanság, meg a Cségúval. És a Murder az egyik játékmód, ami nem olyan unalmas számomra, és szoktam vele játszani. Szóval azért is a Murder. Na de, menjünk is fel a Murderre. Aki nem vágná, az... Milyen mutatom? Szóval, hogy aki nem vágná, fölmegy a nulladik szerverre, vagy videós MC, vagy nem tudom. És akkor itt ez a Ender Pearl, a Murder játékmód. Na, szóval most menjünk is ide. Mi előbb is láttam, amikor feljöttem, hogy itt valaki bement a víz mögé. Jó tipp. Aki nem tudná, hogy hogy kell oda fölmenni, az, ahogy látott az előbb is, rámegy erre a bejzásra, és ezt a két csizmát itt bekapcsolja alul. Így. Ezt fogja magát. Az egyik csizma az csak egy ilyen kis nagyobb ugrást ad, a másik az meg egy óriási ugrást ad, amit dupla space-el tudtok megidézni. És mondjuk följön ide az illető, és oda átmegy, akkor itt már be is jöttél arra a helyre, amit a maga a Mesterem C gyártója nem lett volna rá, hogy ide be lehet jönni, és most már látnak is kintja. Nincs csak ember. Nem mindegy. Na, én általában vagy modernházon szoktam játszani, vagy nyugat, vagy kastély, de mivel vagy nyugat indul, ezért minden. Vagy nyugatnak kezdünk. Na, shit. Kaptusz. Na, ártatlan vagyok. Aki mindig nem ismeri ezt a játékmódot, ez az a lényeg, hogy amennyi vagytok feljöttök, a játék már mint a gép automatikusan kisorsolja, hogy ki kicsoda. Vannak ártatlanok, ugye mi most én is vagyok. Van egy gyilkos, ugye mint Murder, ezért ez a szerver neve. És van egy nyomozó. Na, az ártatlanok gyűjtik az aranyat, és úgy szerezhetnek egy íjat, meg egy nyílveszőt. A nyomozónak van egy végtelen íja. A gyilkos meg gyilkol. Na, szóval az a lényeg, hogy meg kell ölni a gyilkost. A gyilkosnak meg az a feladat, hogy megölje az összes játékost, aki van a pályán. Ahogy látom, még nem nagyon gyilkolt. Vagy az egyik afkos lesz az. Na, melyik őtök lesz az? Hát, ha itt lövöm le point, megölöm az egyiket. Azt mondja ez. Hát, reméljük, mert különben meg meghalok. Nem ez volt, a másik afkos. Ő, ez a Steve, a Murder. Ő egy gyilkos. Úgy van, lőd már le. Lőd le. De ezek annyira gyökerek, egymást lövedezik. Én a gyilkost akartam lelőni, de ezek nem fogják. Szerintem ezek itt húzni fogják az őt. Lőd már le ezt a szerencsétlen gyereket. Te. Nagyon iskolázott. Ezt kell itt lelőni. Ezt. Imádom, hogy általában vannak folyatékosok is, akik játszanak ezzel a játékkal. A gyilkosom úgy nem gyilkol. Ezek 2, 4, 6 darab. Ezek egymást tölték meg. Ez a 6 ember. Mondjuk, hogyha nő a számuk, akkor van gyilkos. Íja van, miért lősz rá? Az ilyenekről beszélek. Eznek... Bárhogy nézem, ez egy Fortnite-os skin. Nem játszok a Fortnite-tal, de azért annyi szart videót látok róla, meg minden, hogy... Ja... Hogy... Rendesen már hány ingerem van tőle, és felismerem. Na! Két búvóját mutatok nektek, hogyha ezen a pályán játszatok Murderben.
Na, az egyik itt van. Itt barriereke vannak velem szemben. Nem tudom így pontosan megmutatni őket, mert nem látszódik semmi, messze nem vagyok. Itt barrierek vannak, és azt hiszem, itt nem tud megölni a gyilkos, hogyha itt állsz, mert a barriereken nem tudja eldobni a kardot, nem tud átütni rajta, meg nem is tud feljönni, hogyha esetleg nem tudja, hogy kell feljönni. Én innen próbálkozok meg mindig vele, hogy ide ráugrok, speed, jump és jump. Ez az egyik búvóhely, hatásos, nem mindig talál meg a gyilkos, és nem mindenki ismeri. A másik, az pedig itt, de ez szerintem lassan a hétköznapi búvóhelyek közé tartozik. Ide felugrasz, ide, gyors futás, nagy jump, és ahogy látod, ide be lehet ugrani. Viszont ez azért nem ajánlatos, hogyha mondjuk új van, és nincs meg az íjad, mert innen kijönni nem tudsz. Két blokk magas minden. Innen kijönni nem tudsz nagyon, és viszont a gyilkos be tud jönni és meg tud ölni, kivéve ha van íjad, és ha bejöttél, de így oda tartasz, és aki bejön, az kinyírod. Ez az eddigi kedvenc búvóhelyem volt valaha. A többit még nem fedeztem föl, bevallom az őszintét, a többi búvóhelyet még nem fedeztem nagyon föl, de rajta vagyok. Aha. Hát az... megölni magát. Vagy nem. Nekem ugye Marc mutatta ezt a játékmódot, mert én ezt nem ismertem. Én ilyen nem játszottam, csak Skype PvP ingyen piac meg ilyenek. Ha akartok valami Mesterem C-s videót, vagy valami hasonlót, akkor ezt majd írjátok meg kommentbe, hogy milyen szervereken játszok, vagy milyen játékmóddal. Ez most egy rögtönözve jött ugye a elmúlt időből kifolyólag, mivel hogy sokat játszok ezzel a játékkal, az eljátékmóddal. Azt tetja. Remélem amúgy nem lagolok, mert... látod? Ott az a búvóhely. A csaj már fel is ment oda. És megpróbálok én is fölmenni. Mondjuk ő nem biztos, hogy onnan megy föl, lehet, hogy máshonnan, de én úgy láttam, mintha innen lehetne fölmenni. Csak én szerencsétlen vagyok, és nem tudok fölmenni. Nekem kéne eldönni a gyilkos, csak nem tudom, hogy hol van. Neveket se látok, az a baj. Hogy hol haltak meg most. Semmelyben nem fut velem szemben. És az a gyerek lelő engem. Kilépek innen. Szerintem valahol itt lesz a gyilkos, én meg föl is megyek ide. Ugye, hát, ja, azt hiszem, ketten vagyunk a gyilkoson kívül. Ő meg én. Jó, ez most minimálisan tudja, hogy mi ez a játék. Itt egy gyilkos. És most hova tűnt? Ott van. Allé! Nem dobod el a kardodat, köcsög?
Már megint valami lány így gyilkos. Azt imádom, hogy valakik még nem tudják, hogy van a gyilkosnál olyan funkció, hogy el tudja dobni a kardját. De most pont kiúztam a gyufát, és ő pont tudja, hogy el lehet dobni a kardot. Csak hogy úgy nem látom sehol. És ez egy kicsit irritál. Ja, amúgy bocs, hogy sapka van rajtam. Megvan. Ez a gyerek lelő engem. Kilépek innen. Nem kell kétszer mondanom, hogy nem a gyilkos ölt meg engem. Szerintem. Modern House 3? Egy kedvenc pályám. Nem is tudom, hogy miért. Ja nem, ez nem az. Modern House 2 a kedvencem, mert ugye ott van a legtöbb pontom. Itt nem játszottam olyan sokat, úgy látszik. Itt nem. Olyan hűdeskot az ennem, még nem játszottam ezen a pályán. Amúgy most tűnik föl, hogy egy minimális szaggatásom van, de azt nézzétek el nekem. Meg szerintem egy minimális szintű belagolásom, vagy megállt az idő valójában, és csak így tudok mutatni. Igen. Lefagyott a szerver. Hát akkor újra. Mondjuk azon a Modern House 3-on azt már rengetegszer tapasztaltam, hogy sok a bug, meg a lag. Van, amikor valamelyik játékos kibagul a tetőre, vagy a házon kívülre, ugye ott meg nem lehet megölni, mert barrierekkel van körbevéve a ház, és így nyernek az emberek, főleg akkor szeretsz, hogy gyilkos vagy. Na, és megpróbálunk visszamenni. Na, nézzük. Modern House 1-en sem szoktam játszani. Láthatatlan? Megnézzük, hogy itt mi a... Ja, itt még nem írta ki nekem, hogy mi a gyilkos statisztikám. Lopd el! Köcög! Vagy afkos a gyilkosunk, vagy... Vagy ő. Van egy olyan érzés, hogy ebbe belefutottam. Ezek meg... Ezek meg gyökerek. Ott volt lenne a gyerek, nem mindegy. Szuper, belevagoltam a lépcsőbe. Amúgy azt is írjátok meg nekem kommentben, hogy mi a, ha Mester MC-ztek, ami játszanak még a Mester MC-vel, mármint itt szerintem az én korombeliek, nem olyan sokan MMC-znek, már akarják, hogy tímeljek. TNT-ből?
Na szóval, hogy ha játszottuk a Mester MC-vel, milyen játékmódra szoktatok ti játszani? Na, végre egy valami jó kör. Valami izgalmas. Mikor a Martin a Murder. Kedvenc részem ebben az egészben. Na, akkor itt az első... Hogy ezt bezárjuk. Kettem pancsikának. Na, mink eddig a pillanat itt. Érdekel, hogy tímelünk. Ó, annyira belezavarodtam, hogy nem is vettem észre, hogy ott van a gyerek. Bibis lett a levegő mellettem. Már hol van a TNT? Hol van a TNT csak? TNT? Bocs. Azért jó tímelni ebbe a játékmódba, mert akkor... De ne, tímeljünk. Mert... akkor nagyobb előnyel tudsz nyerni. Kint valaki... Nem tudom, hogy hol nagyon szüleget. Pedig nem szar a csatlakozásom. Amúgy azt mindig is... Sokszor vettem észre, hogy elbágulódnak az aranya. Hogy ott van előtted mondjuk is valaki beszippantja magával a pálya másik felére. Igen. Ha rohadjál meg, hogy már megint te vagy egy gyilkos. Na jó, szerintem ez az utcsó körünk. Most én kis 20 perces videókat szeretnék gyártani. Nagyjából 20 perces videókat szeretnék gyártani. De ja. Na szóval innen most el is távozunk. Hát, mondjuk nem caps lock-kal kéne beírni mindent. Meg nem kéne elírni az elbetűt. Akartok valamilyen... Ha valamilyen féle videót szeretnétek amúgy... hát hogy mondjam... Látni tőlem, vagy bármilyen... Bármilyen fajta videó ötletetek van... Amit én itthon meg tudok valósítani, és nem kell hozzá nagyon kimenni a szabadba. Ki tudok menni, nem arról van szó. Csak... nem minden esetben van szándékom kimenni. Értitek? Szóval, hogyha írtok olyan videókat, amiket szívesen néznétek tőlem, akkor eljárok az ügy érdekében, és legyártam azt a videót. De szerintem mára ez az egy csó videó volt. És amúgy bocs, tényleg. Régen volt videó a csatornámon, és nem mondom azt, hogy mostanában lesz is, mármint, hogy olyan hű, de sok. Nem fogom megrómoztatni a csatornát videókkal, de szóval, hogy amíg én itthon vagyok, ugye, amíg mindenki otthon van, amíg kényszerből, odig én tudok nektek videótartalmat gyártani, szóval rajta is leszek. Írjátok közben kommentbe az ötleteket majd le, meg azt is, hogy melyik szervereken szoktatok játszani az Mester MC-n belül, mondjuk, hogy hát. Ha tetszett a videó, like, iratkozzatok fel, minden nem van a leírásban. Na, peace!